Az idei évben a Vörös Centenáriumon egymást érik a nagy költőnkhöz kapcsolódó rendezvények, megemlékezések. Az újpesti közművelődési kör is csatlakozott egy jeles sorozathoz. Arany ágon ül a sármány címmel, klubest keretében emlékeztek Vörös Sándorra. Egyik verém kis begyes, hivatása énekes, nincs szép hangja, mégis fönn csiripel a háztető. Másik gondos alapos, mestersége kalapos, akárkinek ingyenes kalapjára díszt helyez. A harmadik lángeszű, bár tudása egyszerű, hogyha bármi baj van, hát megbillenti a farkát. Ha három verebet mindig sorra kérdezed, nem kell neked patika, Isten áldjon Zolit. Az esnyitányaként a házigazda, dr. Sipos Lajos, irodalomtörténész professzor, Újpest díszpolgára beszélgetett, dr. Kenyeres Zoltán, professzor emeritusszal, Széchenyi díjas irodalomtörténésszel, Vörös Sándorral kapcsolatos személyes élményeiről. Aztán Kenyeres professzor a költőről és verseiről tartott előadást. Vörös Sándor a zseni, persze, hát a Vörös Sándor így csinál, úgy csinál, ezt csinál, hát zseni, hát persze. Mindenkinek, hát Aditól kezdve mindenkit kiröhögtek, kinevettek, hülyének tartottak, nem tudom csoda, hát mindenki, nyilván a Balassi Bálintot is, meg minden a Vörös Sándor, az első pillanattól kezdve mindenki zseninek tartotta. Vörös verseit Csikos Sándor, Jászai Mari díjas színművész, a debreceni Csokonai Színház tagja mondta el a jelenlévőknek. Öregek, Kodály Zoltán mesternek, oly árvák ők mind, az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben gajjal hátukon mind cipekednek hazafelé. Vagy tikkadt nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban. Vagy téli estén kályha mellett, hogyan alusznak jó ízűen. A körtagjai a helyszínen kedvezményesen vásárolhatták meg Kenyeres professzor az újpesti Kossuth kiadónál a közelmúltban megjelent Vörös Sándor monográfiáját, amelyet az irodalomtörténész a helyszínen dedikált. Kávéjász című műsorunkban dr. Kenyeres Zoltánnal beszélgetünk Vörös Sándorról.